új programokat, foglalkozásokat indít hamarosan az Uglói Egészségfejlesztési Iroda. Ezekről a programokról, egyéb foglalkozásokról beszélgetek Studiunk vendégével, Szabó Pap Valériával, az EFI vezetőjével. Üdvözlöm itt. Üdvözlök mindenkit én is. Mivel készülnek? Most márciusban jelenleg még a legtöbb programunk ugyanúgy online térben lesz elérhető, de már egy-két programunkkal ö, próbálunk nyitni a lakosság felé személyesen is. Az egyik online programunk Szenvedélybeteg Hozzátartozók csoportja, ez március 9-én indul, ez egy négy alkalmas csoport, négyszer két óra, amit pszichológus kolléganőm Barabás Mónika tart. Ugye ez a csoport arról szól, hogy akik szenvedélybeteg családban nőttek fel, és vannak olyan sérelmeik, amiket szeretnék, hogyha be tudnának gyógyítani, akkor ebben a csoportban van ezekre lehetőség a pszichológus kolléganő segítségével. Ezen kívül márciusban tartunk egy célkitűző workshopot. Ugye célokat nem csak évelején kell és érdemes kitűzni, hanem igazából folyamatosan. És mi most így a tavasz indulásával, a megújulással arra gondoltunk, hogy simán ugye most márciusban is lehet egy ilyen célkitűzéssel foglalkozni. Ez március 18-án, ez egy egy alkalmas program, viszont ez a workshop, Ugye ez egy hosszabb időtartamú, ez négy óra hosszát foglal magában. Március 18-án pénteken, délután 4 órától este 8 óráig fog tartani. Ezt a foglalkozást Krausz Ivet, pszichológus kolléganőm tartja, és itt ugye segít a céloknak a megvalósításában, tehát hogy hogyan tűzzük ki ezeket a célokat, mire vágyunk, ezekhez milyen lépések szükségesek, akár ugye hatékonyabb időbeosztást hogyan tudjuk. Elvégezni, megtervezni, illetve, hogy tudatosabbak legyünk a céljainkat tekintve. A másik programunk, vagy ez pedig egy harmadik program, a meditációval fogunk foglalkozni, hogy a napjainkban egyre több stressz ért és ér minket folyamatosan, ami szorongásokat okozhat az emberekben, tehát amivel nehezebben tudunk megküzdeni. Éppen ezért találtuk ki, hogy egy ilyen meditációs sorozatot indítanánk el. Ez minden hónapban lenne, viszont ezek az alkalmak, ezek nem folyamatos alkalmak lennének, hanem minden hónapban más témával foglalkozunk. Ugye a meditációnak nagyon sok jótékony hatásáról hallhattunk már, és a szorongás csökkentésében kifejezetten nagyon nagy segítséget tud nyújtani, úgyhogy ezt a vezetett meditációt a Emese kolléganő fogja tartani, vezetni. Az első alkalom az március 21-én lesz, este 6 órától 7 óráig, és itt a belső gyermekkel fogunk foglalkozni, tehát, hogy a gyermekkori sérüléseinket uh, fogjuk kezelni, azokkal fogunk uh, foglalkozni, de ezen kívül a későbbiek során az uh, önbizalommal, önértékeléssel, az anyával való kapcsolódással, az apával való kapcsolódással, tehát ezek különböző témák lesznek, amikkel a későbbiek során fogunk foglalkozni. Ezek, amik most indulnak márciusban, viszont ezen kívül vannak olyan programjaink, amik már szinte havi rendszerességgel uh, ugyanúgy követik egymást. Az egyik ilyen ugye a Bagoly klubunk, amire szintén szerettem volna felhívni a figyelmet. Ez most még mindig online térben fog Máciusban is megvalósulni. Ugye itt a magas vérnyomással érintett betegek hozzátartozóikat, hozzátartozóiknak szól leginkább, de nyugodtan bárki csatlakozhat, mert ezek a témák bár kapcsolódnak a magas vérnyomás betegséghez és megelőzéséhez, de mégis nagyon sok olyan fontos információkat hallhat az ember, ami nem csak ez a betegség, hanem akár mondjuk a cukorbetegséghez is kapcsolódik tehát nagyon szerteágazó témák, különböző előadók szoktak ezeken a eseményeinkkel részt venni. Ez minden hónap első szerdáján szokott amúgy lenni. A másik pedig az emészthető klubunk, amivel tavaly év végén már megismerkedhettek a lakosok. Ez most egyelőre még mindig az online térben valósul meg. Ezt a klubot azért találtuk ki, mert egyre több intoleranciával rendelkező szemét fedeznek fel, és szerettünk volna ezekkel az intoleranciákkal foglalkozni, viszont ez picit egy szintén egy ilyen szerteágazóbb klub, ugyanis intoleranciák és egyéb táplálkozással összefüggő problémák, betegségekről is beszélünk. A dietetikusunk baráti Anikó tartja ezeket a klubfoglalkozásokat, előadásokat, ez is minden hónapban, minden hónap második csütörtök, tekinthető meg jelenleg, ez élőben megy a Facebookon, ezeken az alkalmakon, és ö, ö, akár érinteni fogjuk, tehát a laktóz és ö, lisztérzékenység mellett érintjük mondjuk a terhességi cukorbetegséget is majd, vagy például a divat diétákról is fogunk beszélgetni, ami ugye hamarosan már itt a nyári fődőruha szezon, és hogy az emberek mégis ö, milyen, milyen buktatói vannak ezeknek a diétáknak, tehát egy picit a szakmai oldalról is ránézünk ezekre a a dolgokra, úgyhogy ez havi rendszerességgel folynak ezek a klub foglalkozásaink, egyelőre online. Az új programokra a jelentkezés és a regisztráció azt gondolom a. Régieknél megszokott módon zajlik. Nem, ebben most újítottunk, ugyanis frissült a honlapunk, ez a zefi.zugló.hu weboldal, és ezen az oldalon most már egy egyszerűbb formában tudnak a lakosok jelentkezni. Ugye az eseményre rákattintanak, és ott tudnak jelentkezni akár a csoportokra, akár a, a klubfoglalkozásokra, vagy a workshopokra. A, a létszámlimitet azt jelezni fogja a rendszer, ha már ugye nem tudnak jelentkezni, úgyhogy ez, ez egyfajta könnyítés, hogy nem egy űrlapot kell kitölteniük, hanem ugye a honlapon keresztül kell kattintaniuk. Erről egy részletes információ tájékoztatást teszünk ki a Facebook oldalunkra, hogy a lakosok könnyebben át tudjanak váltani erre az új jelentkezési formára. De ezek szerint mindenképpen előre kell jelentkezni, tehát olyan nincs, hogy valakinek Délután fél órával a kezdés előtt jut eszébe, hogy akkor mégiscsak oda nézne. Igen, ezekre előre kell jelentkezni. A csoportfoglalkozásoknál és a workshopoknál van egy létszám limit, úgyhogy azokon túl már nem tudunk fogadni jelentkezéseket, úgyhogy érdemes minél hamarabb jelentkezni ezekre a programokra. Ezek már fent találhat, megtalálhatók a honlapon, tehát akár a, a mai nap, akár, ö, tehát bármikor tudnak jelentkezni, és ö, folyamatosan indítjuk ugye az új programokat. A klubok, azok viszont élőben mennek a Facebook csatornán, tehát azt élőben meg tudják tekinteni, tehát arra nem kell jelentkezniük a lakosoknak és a létszámlimit, amikor az online térből esetleg majd visszatérnek a fizikai valóságba, akkor fog-e változni? A csoportfoglalkozásoknál számít a létszám, mert a kolléga, tehát megvan nekik határozva, hogy mi az a létszám, akikkel ö, még teljes mértékben mindenkivel teljes körülön tud foglalkozni. Tehát ö, egy ilyen csoportban mondjuk 12-15 fő az a, az a maximum, akikkel általában a kollégák ö, tudnak foglalkozni. Mm. Köszönöm szépen, hogy eljött, köszönöm, hogy elmondta ezeket az információkat, és tartalmas időtöltést kívánunk mindenkinek, aki jelentkezik ezekre a programokra. Köszönjük szépen!